festőként kezdtem az életemet. 937-ben másod vagy harmad vonalban még kiállítottam is Párizsban. Akkor ott volt a világkiállítás. Aztán hazajöttem, itthon is állandóan kiállítottam festményeket. És volt az Erzsébet téren az a szalon, nemzeti szalon, és oda küldtem be én is. Így találkozott a némelyik festményem Pácaival. Kérdezte, hogy mit csinálsz, mondtam, hogy Palikám, itt a Ganz gyárban műhelymérnökösködök. Én vezetem a trakciós motorgyártás csoportját. Meg vagy te veszve, mondom, hát miért ólnék? Azt mondja, hát művészetet kell folytatnod. Mondom, és hogy kell? Azt mondja, hát abban igazad van, hogy kell egy bélyegző hozzá, egy pecsét, egy hivatalos légy. Mondom, hát Palikám, itt a fenekem, hol a pecsét? Azt mondja, hogy majd felhívlak telefonon. Jól lehet, ez úgy tűnik, mint egy ilyen elhárítás, de felhívott telefonom egy péntek reggel. Nagyon rövid volt, azt mondja, hogy azonnal gyere felvételizni. Oda mentem, nem engedtek be, mert mondták, hogy már vége a felvételinek. 2 hétig tartott ez az utolsó nap. Hát mondtam, hogy Pácai tanár úr küldött. Bementem, találtam egy hullott szenet, adtak 2 lebélyegzett papírt, és hát ugye péntek délutánig, amit lehetett, rajzoltam, mintáztam. Szombaton ott ültünk sorban, mint a verebek, és vártuk, hogy mi lesz az eredmény. Jött Bór Bertalan tanár úr, nézte a rajzaimat, azt mondja, van benne forradalmi romantika, hát hogy ne lett volna. Koszos volt az egész, és fekete. Szőnyi. Azt mondja, jöhet hozzám freskósnak. Pácai ült, és körülbelül, mint én most, így rázta a lábát, és azt mondja, hogy hagyjátok, már rég fel van véve szobrásznak. Így lettem szobrász. A 20. században mindenki jogos örököse az összes előzménynek. Nem lehet kizárni senkit az ősök közül. Éppen úgy nagyapánk vagy keresztapánk, Donatello, bárki, Michelangelo, mindegyik a mi rokonunk. A szobrászat éppen olyan művészeti ág, mint a többi. Azt hiszem Benedetto Croce fogalmazta meg így, hogy az alak, értsd ezen a témát, egy lelki folyamatból áll elénk, amelyiknek sem előzetes magyarázatra, sem utólagos igazolásra nincs szüksége. Varga Imre nem politikai kurzust, nem életműveket, nem vallásokat, nem filozófiákat, hanem erényeket, haragokat, szépségeket, indulatokat, mozdulatokat, beleavatkozásokat közölt állandóan a szobraiba. Azok közé a talán 200-nyi magyar gémbank közé tartozik, amiben az írók, a színészek, a táncosok, az építészek, a költők, a nagynéprajzosok és sok más művészeti diszi, a kerámikusok, hogy ugye kerámikusra is nézek itt, benne vannak, akik egy kicsit többek a nívós átlagnál is. Többek, génbankok, olyan tudásokat őriznek, és adtak le, petéztek le olyan tudásokat, amivel nagyon kevesek rendelkeznek, és messze nem a átlagnak a színvonalán. Jó Isten sokáig éltessen, köszönöm. Legyél nagyon erős, nagyon virgonc, és nagyon példamutató azoknak a számára,
akik néha úgy érzik, hogy leengedtek, hogy nekik már nincs dolguk, nekik már semmit se kell csinálni, na hát ettől én téged nem féltelek, Imre, nem féltelek, jó van, örülök neki, és én köszönöm szépen, hogy itt lehetek az Akadémia nevében is, és minden jót neked. 56 után dr. Polgár Károly volt a fővárosnak a totum factuma. Oda jön hozzám, azt mondja, hogy vissza kell vonnom a munkát, amit neked adtam. Mondom, ne mondd, miért. Szóval mondták a fegyelmi bizottságban, hogy te ezt nem tudod megoldani. Mondom, te Karcsi, ez valószínű, hogy tévedés lesz, valami mást mondtak. Visszament. Azt mondta, nem mondtak mást, de mondták, hogy politikai jogból. Aztán azt mondja, mondtam nekik, hogy engedjék meg akkor, hogy egy parkszobrot adjak neked. Azt mondták, hogy 5 évig semmit nem kaphatsz. Hát így tudtam meg az 5 éves szilenciómat, a Polgár Karcsi mondta el. De ez egy nagyon jó tanulságos idő volt. Mert az, hogy eredetileg az ember elvégzi a főiskolát, vagy egyetemet, aminek hívják éppen, az tulajdonképpen nem jelent semmit. Az első valósággal való találkozás, az első munka. Aztán, hogyha azt visszavonják, mint az én esetemben, akkor én elkezdtem másoknak dolgozni. Úgy hívják ezt mi nálunk, hogy sameszolni. Többeknél dolgoztam. Úgyhogy ez az 5 év nekem nagy iskola volt. Meg kellett tanulnom azon a nyelven beszélni, ahogy ők beszéltek. Egy művész élete a művekből áll össze. Persze van, ami aztán virágba borul, van, ami nem. Ezt az esernyősöket szerették, azért csináltam. A Chirac meghívott egy kiállításra Párizsba. És gondolkodtam rajta, hogy hát mit csináljak én ebből az ünnepélyes alkalomból. A nagykövet, valamilyen Jóska elvitt a prostituáltak utcájába megnézni, hát olyan havas eső esett, és ott voltak ezek a szerencsétlen fiatal lányok, egy nec harisnyában, és semmi több, és álltak ott a kapuajban. Hát istentelenül megsajnáltam őket. Úgyhogy nem valamiféle erotikus élményt jelentett ez nekem, hanem inkább egy szociografikus élményt. Hazajöttem és megcsináltam a 4 prostituáltat a Chiracnak. Nagyon jól éreztem magam világéletemben. Szerettem élni, ma is szeretek, és még szeretnék továbbra is. Hát mindig voltak konfliktusok, de az hozzátartozik. Jó-rossz, összekeverve szépen, elegyítve egy jó koktél. És hát amennyit nekem jutott belőle, azt én kiittam.